Sziasztok, Ádám vagyok. A Tech2.hu-t nézitek innen Barcelonából, az MWC 2014-ről, ahol a Samsung Galaxy S5-en fogjuk bemutatni, hogyan lehet használni a kijelző alján a középső gomba illesztett úgy lenyomott leolvasót, hiszen már az iPhone 5-es, illetve a HTC One Max után a Galaxy S5 is képes használni az új lenyomatunkat. Rögtön ráközelítünk egy kicsit a telefonra. Itt igazából a home gomb alig tűnik fel, hogy ez ténylegesen egy új lenyomat leolvasó. Ha bemegyünk a beállításokba, itt van egy finger scanner menüpont. Először hozzá kell adni az új lenyomatunkat. Ahogy látható, többször le kell húzni az ujjunkat. Miután lehúztuk a kellő mennyiségvel, a megfelelő mintát adtunk, utána eltárolja. Ezt hozzá kell még adnunk egy biztonsági kódot arra az esetre, hogyha valami ok miatt nem tudnánk megadni az új lenyomatunkat. És itt, ahogy látható, rögtön be is állította, és hozzá is tudjuk adni a lezáró képernyőhöz. Ami azt jelenti, hogy lezártuk a telefont, hogyha felszeretnénk oldani, itt rögtön megjelenik a swipe animáció, azaz, hogy húzzuk végig az ujjunkat, és ezt követően egyszerűen feloldott. Talán egy fokkal bonyolultabb, mint a iPhone 5-esben, hiszen ott csak rá kell tenni. Itt ez nem elég, amint látható. Végig kell húzni mindenképpen az ujjunkon, illetve az ujjunkat a gombon, ezt követően fog csak feloldani. Hogyha megnézzük, milyen lehetőségek vannak még, lehet esetleg több újat hozzáadni, ahogy látható, lehet még további újat regisztrálni, tehát akár több újunkat is regisztrálhatjuk, nem csak a mutató újunkat. Beállítható a Samsung fiókunkhoz, illetve a PayPal fiókunkhoz is az, hogy használjuk ezt, így fizetéskor mindenképpen szükség lesz az új lenyomatunkra, másképp nem lehet véghez vinni ezt a tranzakciót. Ez volt tehát a Samsung Galaxy S5 okostelefon új lenyomatolvasójának bemutató videója. Kövessetek minket továbbra is a Tech2.hu oldalon. Sziasztok!